Ahogy hirdettük az imádság után, majd lesz lehetőség arra, hogy egy kicsit többet megtudjunk a legelső kézből, a metropolita atyának a szavaiból, a magyar görögkatolikusság jelen helyzetéről. Különösen izgalmas is az elmúlt ugye két napja volt a találkozó Havannában Kirill pátriárka és Ferenc atya között, és pápa között, és hát ennek a nagy horderejű eseménynek is nyilván majd szóba kerülnek következményei. Ugyanúgy, mint ahogy a közeledés kelet és nyugat között vajon hogyan erősíti, termékenyíti meg majd a görögkatolikusság helyét ebben az egyetlen nagy egyházában Krisztusnak. Szóval van sok érdekes kérdés, vannak, amikre lehet válaszolni, van, amire félig, vagy semennyire nem tudunk válaszolni, majd kiderül, hogy miben borul ránk egy kicsit több fény az estébe haladván. Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked, mennyei király, vigasztaló igazságot felved, ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, minden jónak útfeje és az életnek megadója. Jöjjön és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szentől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, szent erő és szent hallhatatlanért halmaz nekünk. Szent Isten, szent erő és szent hallhatatlanért halmaz nekünk. Szent Isten, szent erő és szent hallhatatlanért halmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, szent tekints és gyógyíts meg betegségeinket a te nevedért. Uramért valmaz, Uramért valmaz, Uramért valmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, s örökkön örökké. Amen. Uramért valmasz, 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 Uramért valmasz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, boruljunk be és imádjuk magát, Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és kegyes és könyörületes nagy érvemes hosszantanék. Hallgass még vártanak, könyör figyelmez, könyörgésünk szavára, vagy nekünk jóra beszélőjel, vezess bennünket a te utadon, Jézus Krisztus. Vidámíts meg szívünket, hogy féljük szemmel neved,
mert nagy vagy te, és csodálkozni szól az egyetlen, és most nincs az Istenek között hozzá hasonló Urunk, ezért van a hatalmas, és az erőben jóságos, hogy megsegít igazán, és üdvözít mindazok, akik szemeletben bíznak, mert téged illet minden dicsőség, és szeretési áldás, vagy a fie szent élet, most is mindenkor, és mindörökké, örökké. Amen. Azokból minden mezei van, azok után lihegnek szomjúságukban a vadszamarak, azok mellett lakoznak az éri madarak, a kősziklák közül szózatot adnak, ki megöntözöd a vegyeket onnan felül, a te műveid gyümölcséből megelégítetik a föld, ki szénát teremtesz a barnoknak, és veteményt az emberek szolgálatára, hogy kenyeret termesz a földből, és bor vidámítsa föl az ember szívét, hogy olajjal derítse föl orcáját, és a kenyér erősítse meg az ember szívét. Jól laknak a mezőfái és a libanon cédrusai, melyeket ültetett, ott fészkelnek a madarak, a gólyaváz a fő azok között, a magas hegy a szarvasok, a kőszikla a sümbisznók menedéke, a holdat idő mértékű teremté, a nap tudja lenyugvását, sötétséget parancsolsz és így van, ne javad, mint kimennek az erdei valak, az oroszlán oldító kölykei, hogy ragadozzanak és az Istentől maguknak eledelt keressenek, föl kell a nap és összegyűlnek, és hajlékaikba helyezkednek, kimegy az ember munkájára, és dolgára a pesti, melyek fölségesek a te műveid, Uram, mindeneket bölcsességgel cselekedtél, mi a földet betölti minden te jószágot. Ez a nagy és tálos, hogy bőtenger út az úszók, melyeknek száma nincs, a kicsi nyálatok a nagyokkal, ott járnak a hajó, a cethal, melyet alkottál, hogy játszik abban, mindnyájan tőled várják, hogy eledelt adj nekik idejében, te adván nekik gyűjtenek, fölnyitván kezedet minden betellik jóval, de ha elfordítod arcodat, megrémülnek, ha elveszed lélegzetüket, elfogynak és a korba visszatérnek, melléjük bocsátván ellenedet fölélednek, és megújítod a föld színét, legyen az Úré a dicsőség, mint örökké, az Úr örüli fog alkotmányaiban, ki letekint a földre és megrendíti azt, ki a hegyeket megérinti és püstölőnek, énekelni fog az Úrnak életemben, dicséretet mondok az én Istenemnek, valamíg leszek, legyen kellemes neki az én beszédem, én pedig az Úrban fogok gyönyörködni, fogjanak el a bűnösök a földről és a gonoszok úgy, hogy ne legyenek, áldjad én lelkem az Urat, a nap tudja lenyugvását, sötétséget parancsolsz és éj van, ne igen fölségesek a te műveid, Uram, mindeneket bölcsességgel cselekedtél, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Halleluja, 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 dicsőség néked, Isten. Halleluja, 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 dicsőség néked, Isten. Halleluja, 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 dicsőség néked, Isten. Békességben könyörögjünk az Úrhoz. Uram, mikor volt? A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, mikor volt? Az egész világ békességéért, Isten szent egyházainak jólétéért, és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, mikor volt? Ezen szent hajlékért és mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, mikor volt? Szentséges főpásztorunk Ferenc római pápáért,
az Anya Szent Egyház Isten szerető püspökeiért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, miért gondolsz? Szeretett magyar hazánkért, országunk vezetőért és népünkért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, miért gondolsz? Ezen városért, minden városért, községért és vidékért, és az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, miért gondolsz? A levegőnek kedvező mérsékletért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, miért gondolsz? A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért és ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, miért gondolsz? Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, miért gondolsz? Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, miért legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülős mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Néhet, Uram! Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor s örökkön örökké. Amen. Uram, te hozzád kiáltó, hallgass meg engem, figyelmez imádságom hangjára. Miért te hozzád kiáltó, hallgass meg engem, az Úr világosságom és szabadulásom, kitől féljek? Az Úr életem oltalmazója, kitől remegjek? Időn ellenem támadnak a gonoszok, hogy egyik húsomat, ellenségim kitengem szerintem. Maguk meggyengülnek és elesnek. A táborán is ellenem a félszívem. A harc támad ellenem a kritikusom. Egyet kértem az Úrtól, ismét azért esetleg, hogy az Úr házában lakom életem, hogy lássam az Úr dicsőségét és látogassam az Úr templomát. Mert elrejtett engem az ő hajlékában. Beszerelem napján megolt, elmozott engem. Hajlék rejte ki az kősziklára emelt fel engem. Íme most felemeltek mondok ellenségétől. Körül jártam és öröm áldozatot áldoztam az ő hajlékában. Hallgass meg, Uram, szómat, melyen hozzád kiáltottam. Könyörülj rajtam és hallgass meg engem. Neked szól, hogy szívem az én orcán, téged keresek. A te orcádat keresem, Uram. Ne fordítsd el tőlem orcádat. Ne tegyél el szolgáltal, légy segítsen, ne adjan engem az Istenet. Mert Atyám és Anyám elhagytak minket, de az Úr szörveszembe. Törvénytel nekem a te utadra, és igazíts engem. Igazos minden ellenségemre. Ne adj engem szorongatom akaratának, mert hamis tanultámadnak ellen, s a gonoszság önmag ellen hazudott. Hiszem, hogy meglátom az Úr javait az életedben. Várad az Urat, és cselekedjél férfiasan. Szíved legyen erős, és remélj az Úrban. Várad az Urat, és cselekedjél férfiasan. Szíved legyen erős, és remélj az Úrban. Utána gyere oda, jön hozzám mellé, jó? Szöveget hozzá, szöveget. Meg tévés veszményét kérlek,
Jaj, nekem mihez lettem hasonlóvá én, a terméketlen tűnök, élek a kiválgatásra ítélő átottól, mert te mennyei munkás Krisztus Isten, tedd az én terméketlen lelkem egy gyümölcs hozóvá, s mint a tékozló fiút, fogadj vissza és irgalmazd nekem. Ha a vétkeket figyelembe veszed, Uram, Uram, kiállhat meg előtted, de nálad vagyon a kegyelem. Mindenség királya, adj nekem töredelmes bűnbánatot, rossztól való elszakadás, és tökéletes megjavulás, mert elmerültem a te szenvedélyeiben, és eltávolodtam tőled, Istenem, úgyhogy már senki másban nincs reményem. Jóságos Jézusom, mentsd meg hát a te tékozló fiadot, a te végtelen jó indulatoddal, mint lelkünk üdvözítője. És a te törvényedért remélek benned, Uram, remél az én lelkem az ő igéért, az én lelkem az Úrban bízik. A csodálatos Mózes, bőjtölés által megtisztulva, szemlélhette azt, kit látni vágyott, őt köves hát gyarló lelkem, és igyekezz a bőjt idején a rossztól megtisztulni, hogy te is szemlélhesd az Urat, ki neked bűnbocsánatot, megtisztulást és megváltást adott, mint jóságos és ember szerető. A reggeli vigyázatról éjjeli nézzék Izrael az Úrban. A bőjt második hetét most ünnepélyesen kezdjük meg, napról napra megtartván az testvérek, ó, kezméléshez hasonlóan tüzet, szekeret készítvén magunknak, a négy fő erényből elménket emeljük föl magasan a szenvedélyek fölé, testünket pedig tisztasággal vértezzük fel, seképp haladva visszaverjük, és legyőzzék az ellenséget. Mert az Úrnál az irgalmasság, és nála bőséges a megváltás, és ő megszabadítja Izraelt minden gonoszságából. A kegyelem hírnökének, mint egy folyamnak áradata, e földről a paradicsomi boldogságba ragadtatott apostolnak, azok a titokzatos igéi, melyeket az embereknek kimondani sem szabad, rendkívül megörvendeztettek téged, ennek az apostoloknak munkálkodó szolgájává lettél, s a mennyei titkokat megtanultad végtelenül boldog. Dicsérjétek az Urat minden nemzetek, dicsérjétek őt minden népek. A szabad akaratot és a lelki függetlenséget a hit nemességével ragyogóvá tetted,
a földi szolgaságból megszabadultál, s fejedet Krisztus igája alá hajtottad, aztán útra keltél, hogy megszabadítsd az embereket a szellemi szolgaságból, és elvezesd a kegyelem szabadságára, ó végtelenül bölcs. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Menj meg az elkárhozásról, szentséges és ne marad, megalázott lelkemet szabadíts meg a gonosz bukástól, csak halálból emelj ki imáidat, és add meg, hogy megigazulás nyerjek. Este reggeli hírben dicsérünk, állunk, imádunk téged, jusson imádkozz, mint jó illatszerető színedeli. Ne hagyd szívünket gonosz cselekedetekre hajlani, mert Úram, Uram, rajtad van a mi szemünk, és te benned remélünk. Ne szégyen is meg minket, Istenünk. Áldott a te szentélybe menet öröktől fogva most is, mindenkor és örökkön örökké. Amen. Bölcsesség, igaz hívő, békesség mindnyájatoknak, bölcsesség figyelmezzük. Bölcséget adsz, ó, Uram.
Kéretet mondok a te nevednek mindörökkön örökké. Teljesítsük esti könyörgésünket az Úrhoz. Uram, irgalmas! Oltalmazz, ments meg, könyörű, és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, irgalmas! Hogy ezen egész estét tökéletesen szentül békességben, és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak, békességet kérjünk az Úrtól. Add meg, Uram!
hogy életünknek hátra levő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Hogy életünket keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélő szék előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülős mindenkor szűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Néked, Uram! Mert téged illet, mert jóságos és ember szerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön örökké. Békesség mindnyájatoknak. És a te lelkednek. Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak. Szent Uram, Urakul Istent, meghajtottad az egekes emberi nem üdvözítésre fölre szállottál. Tekint le szolgál és örösségere, mert neked a rettenetes és ember szerető írónak hajtották, mint fékez szolgáit. Előtted a lászák magunk, nem mert kérnek segítséget, ha már te malaszodban bizaválják üdvözítésedet, őrizd meg őket minden időben a jelen est és a közelgő jelen át minden ellenségtől, az ördög veszélyes gondolataitól, hiú képzelgésektől és minden gonosz emléktől. Legyen áldott és dicsőített a te országod hatalma, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, örökkön örökké. Hiúsítsa meg a hiúság az irgalmasság gyümölcsét. Inkább rejtekben kiáltsunk így a titkok ismerőjéhez. Atyánk, bocsáss meg vétkeinket, mint ember szerető. Úgy néznek szemeink, ami Urunkra, Istenünkre, mi könyörül rajt. Gyertek, tisztítsuk meg magunkat irgalmas tettekkel, és a szegények segélyezésével, nem kürtöl veszít és nem téve közhírni jó tetteinket, hogy ne tudja a bal kéz, mit cselekszik a jobb. Hogy ne hiúsítsa meg a hiúság az irgalmasság gyümölcsét, inkább rejtekben kiáltsunk így a titkok ismerőjéhez. Atyánk, bocsáss meg vétkeinket, mint ember szerető. Úrunknak vértanúi, kék minden helyet megszenteltek, és minden betegséget meggyógyítok, most is kérünk titeket, imádkozzatok érettünk, hogy lelkünk az ellenség cselvetésétől megmeneküljön. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön, örökké. Amen. Az égiek magasztalnak téged, magasztal teljes szeplőtelen anya, és mi dicsőítjük a te titok teljes szülésedet, Isten szülő elkösed ezért, a mi lelkünk üdvösségéért. Most bocsáss el, Úr!
Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk! Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Szent Háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, Szent tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most is mindenkor és örökkön örökké, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor örökkön örökké. Szülőszűz Márió, marasztal teljes az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, mert szülted nekünk Krisztust az üdvözítőt, a mi lelkünk szabadítója. Krisztus keresztelője, kérünk téged, emlékezzél meg mindnyájunkról, hogy megszabaduljunk gonoszságainkból, mert neked adatott a kegyelem, hogy imádkozzál éred. Könyörögjetek életünk, szent apostolok, proféták, vértanok és minden szentek, hogy megmeneküljünk minden bajtól és aggodalomtól, mert Ti vagytok üdvözítőnk előtt, ami meleg átfogói. A Te oltalmad alá sietünk, Isten szülőszűz, meg ne vesz szükségünk idején könyörgésünket, hanem szabadíts meg minket minden veszedelemtől, mint egyedül áldott és szeplőtelen. Uram, irgalmazz, 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 dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent az igény sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk, az Úr nevében adjád ást, Atya. Legyen áldott és dicsőített Krisztus, ami Istenünk öröktől fogva most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
mennyei királyunk, erősíts meg az igaz hitű uralkodókat, szilárdíts meg a hitet, szelidíts meg a hitetleneket, adj békességet a világnak, őrizd meg épségben e várost, elhunyt atyáinkat és testvéreinket iktasd az igazak hajlékába, ami bűnbánatunkat és gyónásunkat pedig fogadd el, Urunk, és könyörülj rajtunk, mint jóságos és ember szerető. Most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Ki a keruboknál tiszteltet és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsők vagy, ki az Istent az igény sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk, az Úr nevében adj áldást, Atya. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse föl reánk az orcáját, és könyörüljön rajtunk. Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét. Ajándékozz inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, álhatatosság és szeretet lelkét. Igen, Uram, királyomat, hogy belássam bűneim, és meg ne ítéljem fel barátomat, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Szeretett testvéreim, bizánci egyházunk a mai vasárnap az ortodoxia vasárnapját ünnepli. Ezen egyesek esetleg megborkánkozhatnak, katolikus hallású testvérek, és még a görög katolikusok is, hogy mi az ortodoxiát ünnepeljük vajon. Sajnos 1000 éven keresztül az ortodoxia ellentét párja lett a katolikus kifejezésnek. Az egyik oldalon az ortodoxia, és a másik oldalon a katolikus oldal áll, és a kettő pedig ellenség, egymással szemben áll, és nem is csak legyőzni akarja egyik a másikat, hanem, ami rosszabb, megtéríteni. Az ortodoxok azon próbálkoztak, hogy az eretnekségbe jutott katolikusokat az ortodoxiába térítsék, a katolikusok pedig nagy erővel azon dolgoztak, hogy az ortodoxokat megtérítsék és a katolikus egyház kebelébe visszavezessék. Egyik alkalommal egy ferences testvér, egy atya mesélte nekem, hogy Oroszországban járt több hetet, talán egy-két hónapot is töltött Divjevóban, abban a női monostorban, amelyet még Szárvi Szent Szerafim alapított. Egy nagyon buzgó, ma is nagyon sok hivatása rendelkező női kolostor ez, és nagyon megszerették ott ezt a ferences atyát, és befogadták, körülvették szeretetükkel, befogadták az imádságaikba, és amikor elköszönt, akkor tőlük, akkor az igumena, az előjárónő, hát olyan könnyes szemmel mondja, hogy hát atya, térjen meg, legyen ortodox, különben nem fog üdvözülni. Milyen kár lenne egy ilyen kedves atyáért, hogy nem üdvözülhet. Úgyhogy térjen meg. És hát annyit mondott, válaszul, hogy drága nővér, imádkozzon azért, hogy megtérjek. Mert hogy arra mindenképpen szükségem van. És katolikus oldalról ugyanígy tekintettünk az ortodoxiára. Közel 1000 éven át. Aztán valami nagyon fontos dolog történt. 1964-ben hosszú-hosszú távolságtartás után találkozott a két egyházfő, Athenagorasz pátriárka és hatodik Pál pápa. 1964-ben. És attól kezdve, akkor
vissza is vonták a kölcsönös kiközösítést, és attól kezdve, most már ugye több mint 50 év telt el, egy lassú, de mégis azt mondható, hogy folyamatos változás indult ebben a nagy szembenállásban. Egészen addig, hogy nem sokkal ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt meg is fogalmazódott, hogy egymásnak nemhogy nem vagyunk ellenségei, hanem testvérek vagyunk. És a katolikus egyház az ortodoxiára, mint testvér egyházra tekinthet. És bennünket is, az ortodox testvérek, katolikusokat testvéreknek tekinthetnek. Ez egy hosszú folyamat, amely nagyon-nagyon sok további meg nem értéssel és ellenségeskedéssel tarkítva folyt. Mégis a mi korunk az, amikor megélhetjük, hogy az ortodoxia az nem szitokszó többé, hanem a testvéreket jelöli. És elérkeztünk egy olyan évtizedhöz, olyan esztendőhöz, olyan napokhoz, amikor a lehetetlennek tűnő dolog is megtörtént, hogy a még nagyobb ellenállásban és távolságtartásban lévő orosz ortodox egyház vezetője is találkozott a katolikus egyház fővel. Alig-alig tudjuk fölmérni ennek a jelentőségét. De ha mégis ebben az ezer éves táblatban tekintjük, akkor mégiscsak érzékeljük, hogy hatalmas dolog történik itt. Még 38 évet számoltam ki, hogy a 1054-es egyház szakadása, történészek ehhez a dátumhoz kötik, a millenniumára emlékezzünk. Hát nem fogjuk ünnepelni természetesen, de azért nagyon bízom abban, hogy legalább addigra a teljes egység is megvalósul. És ezért nagyon sokat kell tennünk, nem csak az egyházi vezetőknek, hanem mindenkinek. Mindazok, akik hisznek abban, hogy az egyházat elválasztó falak nem érnek az égig. És ha az égbe emelkedünk, akár az imádság, akár az Isten hitünk megélésén keresztül, akkor egységre találunk. Ezért mondom, hogy nem csak az egyházi vezetőknek, egyházpolitikusoknak a feladata, ennek az egységnek a művelése, hanem mindnyájunké. Úgy érzem, hogy ez a mai esemény, amikor itt Budapesten, ebben a kiemelt és jelentős épületben ikonkiállítást tartunk, éppen ezen a vasárnapon, az ortodoxia vasárnapján, akkor ez is része az egység munkálásának. Hiszen az ikonok az igazhitűség vasárnapján, vasárnapja egyben az ikonoknak a vasárnapja is. Ekkor ünnepeljük azt, hogy szabad ikonokon ábrázolni Krisztust, az Isten szülőt és a szenteket. Márpedig az ikonok ábrázolása nem csak egyfajta esztétikai élmény, amelyet megenged az egyház. Szó sincs róla. Ezerszer több. Hitvallás. Hitvallása annak, hogy valóban lehet ábrázolni az Istent. Hogy bár valóban az Istent soha senki nem látta, és ezért nem lehetett ábrázolni, de Krisztusban megtestesült, emberré lett, kézbefogható csecsemővé tette magát az Isten. Meg lehetett csókolni azt a gyermeket, azt a betlemi gyermeket. Meg lehetett csókolni az Istent. Meg lehetett simogatni az Istent. És attól kezdve, hogy ábrázolható, megcsókolható, megsimogatható az Isten. Ember közelivé lett Jézus Krisztusban az Isten. Az ikonok ábrázolása mind-mind a megtestesülés titkának a megvallása. És éppen ebben a mi görögkatolikus egyházunk egyfajta híd, kapu, összekötő kelet és nyugat között. Mert a mi egyházunknak éppen úgy sajátja az ikonok világa, mint az ortodox egyháznak, és éppen úgy a katolikus egyháznak a részei vagyunk. Így hát, ne tűnjék nagy szónak ezt mondani, hogy nekünk görög katolikusoknak a hivatásunk elsősorban ezt az egységet munkálni. Minél inkább tiszteljük az ikonokat, minél inkább merjük azokat megcsókolni, leborulni előttük, hódolatunkat kifejezni,
vagyis megvalljuk a megtestesülésben való hitünket, minél inkább megéljük ezt a hitünket, annál inkább fölemelkedünk ebből a földi életből az isteni világba, annál inkább túl tudunk emelkedni az elválasztó falakon. De mindazok nem, nyilván nem csak a görögkatolikusok, hanem mindazok, akik az ikonokban meglátják a transzcendensnek, az isteni világnak az üzenetét, hódolnak előtte, megcsókolják az ikonokat, vagyis testi kapcsolatba tudnak kerülni az ikonokon keresztül magával az Istennel, eközben a hitük erősödik, még ha észre sem veszik. Ez a feladatunk, hogy az egységet a saját hitünk erősítésével munkáljuk. Köszönöm mindazoknak, akik ezt a ma estét megrendezték, bízom abban, hogy ez az ikonkiállítás, ez a mai este hozzájárul ahhoz, hogy hitünkben erősödjünk, hozzájárul ahhoz, hogy mindnyájan az egység munkálói legyünk. Amen. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, érgalmaz, adj áldást, Uram. Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imájáltal a tiszteletre méltó test nélküli mennyei erőknek oltalma, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent Onesimos apostolnak, kinek emlékét ma tiszteljük minden szenteinek esedezései által, könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Amen. Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.